Na szavaztok gyerekek, ez egy újabb videó, és ismét egy freefire-es videó lesz, viszont ez egy elég érdekes videó lesz szerintem. Ugyanis találtam két cikket, két freefire-es cikket, vagy oldalt, hogy nem tudom minek lehet ezt nevezni, amiben elég furcsa dolgokat írnak, és gondoltam, hogy ezt elhozom nektek videóba, és mind a két ilyen link oldal be lesz linkelve a videónak a leírásába, ha ti is meg akarjátok nézni. Egy kommentben, nem tudom, majd észreveszitek. Az első az egy ilyen freefire-ös puzzle játék, aminek igazából nem tudom mi az értelme, de annyi az értelme neki, hogy ezt megmutatom nektek. Játékmenet folytatása, tehát itt van igazából, láthassátok, és valahogy így ki kell rakni ezt az egészet. És igen, tehát ez egy ilyen puzzle, tehát és akkor hát igazából ennek ez a lényeg, hogy ezt ki kell rakni. Na de, nem is ez a játék lényege, hanem amit itt ír, gyerekek. Mind elkezdem olvasni, és akkor figyeljtek. A Garena Freefire, más nevén Freefire Battleground, vagy Freefire, egy online multiplayer harci játék, amelyet a 111 Dots stúdió fejlesztett ki. És amelyet a Garena közzétett Android és iOS számára, ez a 2019-ben leginkább letöltött mobiljáték lett. Népszerűség miatt a játék 2019-ben elnyerte a legjobb népszerű szavazási játékdíjat. A 2019 novemberi óta a Freefire világszerte több mint 1 milliárd dollárt tett ki. A Garena jelenleg a Freefire továbbfejlesztett változatán dolgozik, amelyet a Freefire Maxnak hívnak, akkor inkább úgy kellett volna leírni. Na most kicsit álljunk meg egy menetre. Megtudtuk azt, hogy a Freefire-nek mennyi a bevétele, tehát 1 milliárd dollár. De az nem egyenlő 1 milliárd forinttal. 1 milliárd dollár az sokkal több. És pontosabban nem tudom megmondani, hogy mennyi, de kurva sok. Igen, ezt eddig nem tudtuk sehol. Most már legalább megtudtuk azt, hogy a Freefire mennyit keres a mi kis pénzünkből, amit ugye mindig elköltögetünk a játékra. És tehát igen, itt van, gyerekek. És de 2019 óta, tehát akkor legalább az biztos, hogy 2019-ben, vagy világszerte több, akkor így az egész történelme alatt 1 milliárd dollárt tett ki, nem tudom, gyerekek. Vagy 2019-ben csak, vagy egész végig, most az már biztos megfélszereződött, vagy duplázszorozódott, remélem, hogy így kell mondani. A második pedig, gyerekek, amire én is felkaptam a fejem, olvasom, gyerekek. A Garena jelenleg a Freefire továbbfejlesztett változatán dolgozik, amelyet a Freefire Maxnak hívnak. Akkor lesz egy új Freefire? Érdekes, erről miért nem tudtunk eddig? Miért ebbe a cikkről tudok róla a tudomást? Ez lehet, hogy egy update lesz a Freefire-be, de az is lehet, hogy egy teljesen új Freefire játék. De az eléggé nagy hülyeség lenne, olyan, mintha a Fortnite-ot megdupláznák, és akkor lenne Fortnite 2. Nem, ez hülyeség. Akkor a játékot fejlesztik jobb grafikával, meg ilyenek. Nem egy másikat csinálnak. Akkor továbbfejlesztett változat, akkor... Oké. És lehet, hogy ez már rég kint van, csak mi nem tudjuk, vagy tudjuk. Érdekes, hogy mi ez a Freefire Max, na mindegy. Szerintem menjünk is a másodikra, ami szintén egy elég érdekes dolog. Na hát ebből azt tudhassuk meg, hogy melyik országból származik a Freefire. Igen, tessék, kérdés fel van téve. Tehát most azt tudjuk meg, hogy hol játszódik a Freefire. Tudja, melyik országban van a Freefire? Gondolj bele, gyerünk, legalább tudja. Melyik kontinenssel jött létre? Talán tudnunk kellene, elvégre ez egy játék, amit szeretünk. Igen, most ebből meg fogjuk tudni, hogy hol van. Itt igazából még ilyen izéket ír. Még szerintem régen íródott ez a cikk, amikor még volt ilyen kódos szar. Igen, ezt nem olvasom fel. Úgy tűnik, hogy egy viszonylag friss játék arról, hogy milyen híres lett, elérve a világ szinte minden országát.
Igen. Gyerünk, hol van? Ja igen, itt van. A karakterekkel, fegyverekkel, trükkökkel és ruhákkal való kreativitáson kívül a játék valami rendkívül jellegzetes alkotóelemet tartalmaz, mivel grafikáján Szingapúr földrajzát mutatja. Tehát mivel ez az ország 63 szigetből áll, ezért a Free Fire világosan látjuk. Nem tudom, gyerekek, így van írva, nem tudom máshogy olvasni. Hogy a karakterek ejtőernyőségből esnek le, és bizonyos szigeteken szállnak le, tehát az az oka annak, hogy mindenhol látni fogja a tenger. Tehát akkor elvileg a szigetek azok Szingapúr szigetei, és azért lássuk mindig a tengert, mert mivel ez az ország 63 szigetből áll, ezért a Free Fire világosan látjuk, hogy karakter bizonyos szigeteken szállnak le, tehát az az oka annak, hogy mindenhol látni fogja a tengert. Rendben, tehát akkor Free Fire az Szingapúrban játszódik, de akkor 63 sziget van Szingapúrból, lol. Jó, gyerekek. Igen. Gyerekek, ezeket nem olvasom fel. Mi van? Másrészt vannak olyan játékosok, akik szeretik a kézből történő harcot, fejjel támadnak és riválisaikat keresik. Nem fejjel, hanem max ököllel, klával, nem pedig fejjel, nem mindig. Lehet ez olyan metafora, hogy fejjel neki megy a falnak, vagy valami ilyesmi. A játékok gerenefizi akció nagy része megy végbe. Ebben a játékban, amikor minden jó, tovább akkor. Rendben. Ingyenes, igen, Bermuda tér, igen. Földre, igen. Bermuda térkép több területből, amelyet az alábbi írunk le. Obszervatórium, temető, hajógyár, malom, Fokváros, az szerintem peak amúgy. A Mars elektromos, mi a szar? Gyár, hangár, most már szerintem izé. Clock Tower, Rimrem Village, Bimasakvi Sleep, Csúcs, akkor ez a peak, nem? Szentosza, sziget. Na mindegy, mindenféleképpen érdekes. Vannak benne hibák, de szerintem tényleg érdekesek. Legalább megtudtattuk, hogy mennyit keres a Free Fire, belenyúltunk a zsebébe. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. És srácok, bocsánat, valamit nem tudtam normálisan felolvasni, vagy ilyenek. Remélem a lényeget értettétek, hogy mit akarok közölni ezzel a videóval. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Mind a kettőnek a linkje ott lesz valahol a kommentben, vagy ilyesmi. Olvasgassátok végig, mert megéri, és tényleg érdekes dolgok vannak benne, amiket szerintem nem láthattatok, vagy nem hallhattatok. Még ilyen magyar cikkekből, úgyhogy köszönöm, megnéztétek, szavaztok!